A jóból is megárt a sok. Ha, lehet, de azért leülök. Szóval az a helyzet, hogy amikor az ember jó dolgokat csinál, akkor az irigyei elkezdenek beszélni, és amikor az irigyek beszélnek, akkor az első dolog, amit akarnak, az az, hogy ne élvezd az életet. De hát az élet azért van, hogy amikor valami jót csinálsz, akkor igazából élvezd. És ilyenkor szokták azt mondani az irigyeid, hogy a jóból is megárt a sok. De tudnod kell azt, hogy ez abszolút nincs így. Igaz, Daniel? Szóval lényeg az az, hogy akik ezt mondják, azok a rossz akaróid, és hidd el, hogy nyugodtan megérdemled a jó munkád gyümölcseit, és természetesen ezt akkor szokták mondani, ez az eredete ennek a mondásnak, amikor érdemtelenül szerzel meg előnyöket, akkor szokták mondani azt, hogy jóból is megárt a sok. Tehát mondjuk amikor valaki lop, vagy stb., vagy tudja azt, hogy nem jól dolgozott, de mégis lazsál, akkor ezt mondják, de a kommunista nézőpontból átalakították ezt a mondást, hogy ne élvezd az életedbe a gyümölcsöket. A túlélésnek egyetlen egy módja van, ez pedig az, hogy sok van dolgokból. Olvastam egy könyvet, abban az volt, hogy kettő dolgot vegyél mindenből, és akkor lemegy a stressz arról, hogy valami történik vele. Tehát legyen két telefonod, két laptopod, két autód. Amióta nekem ez megvan, azóta baromira nem érdekel, hogy mi lesz velük, és sokkal kevésbé rontom el őket, vagy történik velük valami. Két öltöny, egy helyet, csak a feleségnél nem működik ez, abból egy elég. Vedd meg a könyvemet, hogy ha akarod tudni azt, hogy hogy érd el a bőséget. Ez a szuperszonikus lezárás az értékesítésben, és akkor el tudsz jutni Leninnek a szülőföldjére, amit Uljanovszk, és egyébként nem értem, hogy mit keresik itt egy muzulmán étteremben, de hát ez már ilyen, vége a kommunizmusnak talán azért.